A széndioxid semlegesség elérését célzó hidrogénmobilitási technológiák kifejlesztéséért világszerte folyó éles verseny közepette Koreában első ízben fejlesztettek ki egy új technológiát egy 2 literes kategóriájú motorhoz, amely teljes egészében hidrogénnel képes működni. A Koreai Gépek és Anyagok Intézete, KIM, mobilitási energiakutatási osztályának vezető kutatója és Hongil Baek, a Hyundai Kia Motor Company Zero Carbon Engine Research Lab kutatója, HMC, kifejlesztette a közvetlen befecskendezéses hidrogénmotort, amely teljes egészében hidrogén üzemanyaggal működik, és teljesítményértékeléssel bizonyította világszínvonalú minőség. A KIM és a HMC közös kutatócsoportja a hidrogént közvetlenül a HMC meglévő hibrid járművének motorjának égéstermébe fecskendezte be, több mint 30 bar nyomáson. A motor teljesítményét javító turbófeltöltő alkalmazásával a kutatócsoport a motor begyújtásától a motorterhelés felső határáig minden tartományban magas termikus hatásfokot tudott fenntartani, így a motor a teljes motorüzemi körülmények között stabilan működött. A hagyományos, portbefecskendezéses motorok esetében az égéstérbe áramló levegő mennyisége csökken az égéstérbe a gázhalmazállapotú hidrogén üzemanyag által elfoglalt hely miatt, ami a hidrogén üzemanyag és a levegő visszasüllyedése miatt alacsonyabb üzemanyag hatékonysághoz és rosszabb motor teljesítményhez vezet. Másrészt a közös kutatócsoport által újonnan kifejlesztett, közvetlen befecskendezésű hidrogénmotor alapvetően megoldotta a visszagyulladás problémáját azáltal, hogy a nagynyomású hidrogén üzemanyagot közvetlenül az égéstérbe fecskendezi. Ugyanakkor a nagy sűrítési arány, az üzemanyag rétegzése és az ultrakönnyű égés segít a termikus hatásfok maximalizálásában és a teljesítmény javításában, miközben csökkenti a káros kibocsátások mennyiségét. A benzinmotorokhoz képest az újonnan kifejlesztett hidrogénmotor segít 99%-kal, illetve 90%-kal csökkenteni a széndioxid és a finompor kibocsátást, ami megfelel az Európai Unió zéró kibocsátású járművekre vonatkozó követelményeinek. Emellett a hidrogénmotor a kipufogógázokat tisztító utókezelő rendszer nélkül is 15 ppm-nél kisebb nitrogénoxid kibocsátást produkál, és akár 40%-os, magas termikus hatásfokot ér el. Yang Choi, a KIM mobilitási energiakutatási tanszékének vezető kutatója elmondta, az újonnan kifejlesztett hidrogénmotor technológia egy azonnali és gazdaságos technológia, amely segíthet a jelenleg a járművek fő energiáforrásaként használt fosszilis tüzelőanyagokat szénmentes hidrogénüzemanyagokkal helyettesíteni. Hozzátette, a HMC-vel való együttműködés révén ellenőrizni fogjuk a motor tartóságát, és a technológia alkalmazását nem csak a személygépkocsikra, hanem a haszongépjárművekre és a villamos energiatermelő erőművekre is kiterjesztjük. A szénmentes tüzelőanyagok felhasználásával történő energiatermelés technológiáinak folyamatos kutatásával és fejlesztésével vezető szerepet fogunk betölteni a széndioxid semlegesség megvalósításában.